Csendesedjetek el, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog ember az, aki bennem élik. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, ég és világ formát adott. Kezdettől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. Uram, taníts minket úgy számolálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Énekeljük együtt, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. 165. énekünk első vers. Imádkozzunk együtt. Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben Krisztus Jézusért, mi Urunkért és megváltónkért. Amen. Isten ígéje emlékeztet minket, hogy mi is emlékeztethessünk másokat. A 125. Zsoltár néhány mondatában így szólít meg ma reggel az Úristen bennünket. Zarándok ének. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog meg, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Kilencvenkilenc évvel ezelőtt az akkor csodálandó és csodálatos legmagasabb hegyeinket elveszítettük. A kicsi kékes maradt meg nekünk a Csonka Magyarország területén. És mégis a veszteség közepette, a hegyek nélkül is, szétszakított országban is, nehéz sorsú magyarságban is meg lehetett tapasztalni, hogy népét az Úr karolja át. Ahogy az édesanyai ölelés védi a gyermeket, ahogyan az apa átkarolja és fölemeli fiát, lányát, gyermekeit. Ugyanúgy az élő Isten, a Teremtő, a Megváltó, Szent Háromság átölel minket, és ezt tapasztalhatták meg a veszteség következményeként szenvedők, mert határon túl attól lehetett szenvedni, Csonka Magyarországon, kívül a szétszakadt részekben, hogy a többségi állam gyötri a kisebbséget, itt pedig a Csonka Magyarország területén nekünk keresztényeknek attól lehetett szenvedni, hogy a többségi hatalom, a külső erő, a bolsevista gondolkodás gyötri el akarja törölni az egyházat. De Isten megőrzött. Megőrzött mindenkit magyarnak, aki meg akart maradni magyarnak a Kárpát-medencében,
és segítette a kereszténységünk kifejlődését, hitünk erősödését, ha akartuk és ha hagytuk. Így adunk ma hálát azért, hogy nem hagyta el Isten az ő népét, és az elmúlt évtizedekben egyre inkább jelei vannak annak, hogy valóságosan is az egység, a nemzeti egység és a keresztény egység ideje jött el, és lehet közös nevezőre jutni, lehet asztal mellett sok mindent megtárgyalni, lehet egymást komolyan venni, és lehet visszatérni ahhoz az Istenhez, aki soha nem hagyott el minket, csak mi menekültünk tőle. Az élő Isten áldozatos szeretete keresztre vitte az Úr Jézus Krisztust, hogy megváltson minket, és halála és feltámadása által nekünk az új élet lehetőségét, az egész, teljes, az örök élet valóságát biztosítsa. Imádkozzunk együtt, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most történelmi visszaemlékezést hallgassunk figyelmes szívvel, majd pedig azt a szolgálatot, amit iskolánk tanulói, művészeti csoportjai készítettek erre az emléknapra, amit már a nagy gyülekezet vasárnap részben hallhatott, most pedig az iskolai közösségben, majd a koszorúzás pillanatával befejezve tudunk emlékezni és emlékeztetni. A tiszteletes úr által korábban említett 99 évvel ezelőtti eseményre emlékezünk ma reggel, 1920. június 4-ére. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mire is emlékezünk, és miért fáj ez nekünk, egy picit vissza kell nyúlni az előzményekhez. Az első világháború idején, 1914 és 18 között a világ két táborra, két szövetségi rendszerre oszlott, az antant hatalmakra és a központi hatalmak álltak egymással szemben. Magyarország akkor a központi hatalmak oldalán állt, és a háborút sajnos elvesztette. Ennek a háborúnak a tragikus következménye az a bizonyos békekötés, amit 1920. június 4-én a Trianon palotában írtak alá, ami Franciaországban Párizs mellett egy kastély, tehát a térképen nem fogjuk megtalálni, mert hogy ez egy épület, ahol aláírták és megkötötték ezt a bizonyos békediktátumot, amit ránk kényszerítettek. Az aláírói két jelentéktelen politikus Magyarországról, Drasse Lázár Alfréd és Benárd Ágoston, nem igazán szoktuk hallani a nevüket, viszont két másik személy nevét nagyon fontos ismernünk, az egyik Teleki Pál, földrajztudós, Magyarország miniszterelnöke is volt, és nem mellesleg cserkész, illetve Apponyi Albert, polihisztor, akik minden igyekezetükkel még a békediktátum aláírása előtt, 1920. januárjában azon fáradoztak, hogy meggyőzzék az antant hatalmakat, a győzteseket, hogy Magyarországot ne szabdalják szét, ne csonkítsák meg. Különösképpen azt szerette volna elérni Apponyi, hogy népszavazással döntsenek a magyarok a hovatartozásukat illetően. Ezt tudjuk, mert 7. tananyag történelemből, hogy egyedül egy városnál engedélyezték, és ez az egy város Sopron volt, amelyik nyilván Magyarországhoz tartozást választotta, ezért megkapta a hűség városa, vagy a leghűségesebb város kitüntetést. De mit is tartalmaz tulajdonképpen ez a békediktátum, amitől nekünk ez annyira fájdalmas? Ugye a Nagy Magyarország, a történelmi Magyarország a 325 000 négyzetkilométerével az megszűnt létezni,
kis állammá lettünk a magunk 93 ezer négyzetkilométeres területével. Ezen kívül jelentős jóvátételi fizetés kötelezettségét szabták ránk, ez pénzbüntetést, vágóállat, termény, mindenféle javaink beszolgáltatását kötelezte. A hadseregünk létszámát is jelentősen megcsonkította, 35 ezer főben határozta meg Magyarország haderejét, nyilván az volt emögött, hogy ne legyen ütőképes erő, hogy ezt a békét esetleg felülírja és szembeszálljon vele. De nyilván a legfájóbb számunkra az a területveszteség, illetve az, hogy elszakított egy tolvonással magyart a magyartól, testvért a testvértől. Ezért ezen a napon Magyarországon országos gyászt hirdettek, harangzúgás volt egy órán keresztül, fekete zászlót tűztek ki a közintézmények falára, az emberek gyászruhába öltöztek, sírva mentek a templomba imádkozni valami csodáért, hogy ez ne valósuljon meg, ez ne történhessen meg. Illetve megszületett a revízió gondolata a nem-nem soha jelmondatokkal, aminek a hozadéka az is volt, hogy az iskolában a tanítás a következő időszakban az úgynevezett magyar hiszek eggyel kezdődött, amit mi is tudunk és mindjárt el is fogunk együtt is mondani fölállva, mert hogy az volt a cél, hogy a felnövekvő generációt arra tanítani, hogy ezt a békét ne fogadja el, minden igyekezetével tegyen ellene. Mondjuk el együtt a magyar hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Köszönöm szépen. Nem maradt egyébünk, csak néhány statisztikai adat, amelyet minden magyarnak meg kell tanulnia, mint ami a támad. Magyarország területe volt 325.400 kilométer. Csonka Magyarországé ma 99.607 km. Magyarország régi lakossága 1910-ben 20.744.744 lélek. 1920-ban lakosságunk 7.599.246 lélek. 63 vármegyéből éppen maradt 10. Most mit lehet csinálni? Gyáván elsüggetni, tétlenül és kétségbe esetre mondani? Nem. A megmaradt 10 vármegye azt szimbolizálja, hogy megmaradt a 10 újunk, a 10 körünk, a 2 munkásfajt. Csak egy lehetőségünk van. Dolgozni. Móri Zsigmond, 1927. Fajtán, vélem, fájdalom, beteg, szám.
hallgassuk meg emlékezésünket az emléktáblánál koszorúzással.